Sikeresen kezdte a 2021-es évet a DVTK női kosárlabda együttese. Az új év első bajnokiát a Peac Pécs ellen idegenben teljesítette a Diósgyőr is 71-66-ra megnyerte a találkozót. A miskolciak egyébként januárban megkezdik a szereplést az Európa Kupa csoportkörében is. Jó kezdtük az évet, ez tény és való, és nagyon bízom benne, hogy a folytatás is hasonlóan jó lesz. Így összegezte a DVTK sportszakmai igazgatója az idegenbeli évnyitó bajnoki sikert, és utalt egyúttal arra is, hogy nagyon nehéz napok várnak majd itthon és a nemzetközi porondon is a piros-fehérekre. Január 3-án ugyanis már fordulót rendeztek a női NB1-ben, és a DVTK idegenben is 71-66-ra győzött a Peac Pécs ellen. Csapatként sikerült Pécset nyerni, szerintem minden pályára lévő játékos hozzá tudta tenni a maga kis pozitív dolgait, és nyilván mindannyian nagyon örültünk ennek a győzelemnek. Ez azt jelenti, hogy a Peacot valószínűleg az alapszakasz végén magunk mögé tudjuk kényszeríteni. Völgyi Péter hozzátette, hogy a hazai bajnokik mellett figyelik a közelgő Európa Kupa rajt miatt a külföldi ellenfeleket is. Az átigazolási szezon ugyanis még tart, így előfordulhat, hogy egy-egy csapat jelentősen megerősödik majd. További nehézség, hogy a törökországi buborékrendszerben lebonyolított Európa Kupa csoportkörben 4 nap alatt 3 mérkőzést játszik majd a DVTK. Ezért örülök annak, hogy fog érkezni egy nyugalmasabb időszak, amikor a felnőtt válogatott miatt szünet lesz, és talán ebben az időszakban tudunk apró részletekkel, vagy az Attila tud majd ezek az apró részletekkel foglalkozni, és hát ezek a győzelmek meg a legfontosabb csapatépítők, például a Peac ellen is az volt, úgyhogy én bízom benne, hogy egy sokkal markánsabb játékot tudunk majd produkálni. A Völgyi Péterrel készült teljes beszélgetést a híradó után kezdődő sportműsorunkban láthatják majd.